Ma reggel 8 órakor Hódmezővásárhely belterületén, a Bem utcán, a Malom utca irányából a Zrínyi utca irányába közlekedett egy hölgy a használatában lévő román rendszámú Mercedes típusú személygépkocsival. A Zrínyi utca kereszteződéséhez érve a kihelyezett elsőbségadástábla ellenére nem adott elsőbséget a Zrínyi utcán közlekedő tehergépkocsinak. A hölgy olyan hirtelen hajtott ki a kereszteződésbe, hogy a tehergépkocsi vezetője fékezés nélkül a Mercedes bal oldalának hajtott járműve elejével. A tehergépkocsiban 200 ezer forint, a személygépkocsiban 500 ezer forint anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt.